Tágas, közel 100 négyzetméteres váróban fogadják a sürgősségére érkező betegeket Kisvárdán. A Szent Damján görögkatolikus kórházban a hét elején vették használatba a megújult épületrészt. Az intézmény az Ungvár megyei kórházzal közösen nyert mintegy 900 ezer euró értékű fejlesztési forrást, melyet a határ két oldalán lévő kórházak egyenlő arányban tudtak felhasználni. A korszerűsítés még nem fejeződött be teljesen, több nagyértékű eszköz beszerzése folyamatban van, az építkezés azonban már véget ért. Az új funkcióknak egy részét már be tudtuk üzemelni, fejlesztettünk egy új triázs részt, ahol a betegek komfortosabb körülmények között tudnak várakozni, ott tudjuk fogadni őket, az első vizsgálatokat megtenni, illetve teljesen átalakítottuk a traumatológiai és a belgyógyászati eseteknek a kivizsgálására szolgáló szakrendelőket. Ennek a fejlesztésnek az a apropója azon túl még, hogy, hogy, a betegeknek jobb lesz a ellátása. A határon átnyúló programból valósult meg, és az Ungvár megyei kórházzal közös tudtunk végrehajtani egy olyan projektet, aminek a Európai Uniós forrása ott is hasznosulni tud, és a kórházunkban is hasznosulni tud. A megújult sürgősségi ambulancia ünnepélyes átadása a tervek szerint decemberben lesz. Az intézmény vezetése, Pikó Károly, a magyar sürgősségi ellátás meghatározó alakja tiszteletére emléktáblát avat majd az osztályon. A sürgősségi korszerűsítésén túl idén újabb egységgel bővül a Szent Damián Kórház. Hamarosan ebben az épületben kezdi meg működését, a térségben hiánypótló, pszichiátriai szakrendelő és gondozó. Az ellátás ugyan még nem indult meg, előjegyzésre azonban már van lehetőség. November 1 Től várhatóan be fog indulni, de novemberben mindenképpen már az az új Sziátrai gondozó szakrendelő részünk, ami teljesen új a kórházunkban. Eddig még a kórházon belül ilyen formában ez nem működött. Korábban volt Kisvárdán, de ez már sajnos megszűnt a megyei kórháznak egy kihezett Sziátrai szakrendelője. Azért lényeges ez most a lelki világnapját követően is, mert nagyon-nagyon sok és magas száma azoknak a betegeknek száma, akik mondjuk depressziós betegként, ez körülbelül Magyarországon 700 főre teszik, a mindennapokban élnek, és akár esetlegesen állapotuk miatt nem is tudnak eljutni az ellátó helyre, a legközelebbire, és ezért minél közelebb visszük a, a gondozókat, az emberekhez annál nagyobb hatékonysággal tud működni. Erre a sziátré szakrendelő gondozóra most már minden feltétel adott, a szakorvosunk megvan, meg megvan, szakdolgozóink, és berendeztük azokat a részeket, szakrendelőket, várókat, csoportszobákat, ahol majd ez az ellátás fog kezdődni. Most már azt várjuk, hogy a, a működés megkapjuk. A Szent Damján görögkatolikus kórház a Kisvárdán és térségében élő közel 80 ezer ember egészségügyi ellátásáért felel. Ezen felül vásárosnaményból és a Zempléni térségből is fogadnak betegeket, az intézmény ugyanis kijelölt stroke és trauma központ is egyben.